Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról túlra részvevőket is. Én Czam Ferenc vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 8-as szintű vezető házaspárja. Én Horváth Veronika vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól és nemtől függetlenül. Lévényben élünk férjemmel, két gyönyörű szép lányunk van, akik velünk együtt vesznek részt a képzéseken, együtt fejlődünk, és ennyi igazából. Jó. A PPH előtti foglalkozásom, a tanulmányaimat tekintve gépészmérnöknek tanultam, azonban már nagy részben a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Családi helyzetem szintén egyre boldogabb párkapcsolatban. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista szervezetünk alapító és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezési csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mind úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el szervezett piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet, az emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan, közvetlenül égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Itt most jobb, igen. Itt amúgy. Kettes alá? Ha osztályoznánk. Mi baj van a jelenlegi világgal? Etikátlan? Sok az elnyomás? Rossz hangulatúak az emberek? Önzőek? Irigyek. Részvétlenség. Nincs pénzük. Nem tudják, hogy miért nincs. Na nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk, jó? Tehát miért tesszük az, amit csinálunk? Hát megnézed, van egy általános elbutulása világunkban. Ez ugye az elmúlt években teljesen láthatóvá vált, úgy 2020-tól. És gondoljátok végig, hogyha ez az elbutulás folytatódik. Tehát most mit értek azon, hogy elbutulás? Jó? Tehát mit tudom én, lett egy új generáció, valószínűleg aki nem a legfiatalabb generáció felnőtt, tehát legfiatalabb felnőtt generációhoz tartozik, az bizonyára észrevette a következőket, hogy inkább mondanám, hogy annak idején mi volt. Amikor én voltam fiatal, akkor mi
fordultunk például tanácsért szüleinkhez, idősebbekhez, érted? Tehát fordultunk tanácsért. Akkor, ugye akkor még a fiatalok tisztelték a szüleiket. Jó, és akkor lett egy új generáció, és mintha már nem ez lenne. Tehát a fiatalok azok nem fordulnak tanácsokért a szüleikhez. Akkor nem tisztelik a szüleiket. Nem tisztelik az idősebbeket. És tudod, miért nem? Mert azóta lett egy óriási technikai fejlődés. És a technikai fejlődést, hát az idősebbek azok nem nagyon tudták követni. A fiatalok viszont beleszülettek ebbe a technikai fejlődésbe, és sokkal, de sokkal jobban bánnak a technikával, mint az idősebbek. És azt gondolják a fiatalok, hogy na, az a minden tudás, és az bőven elég az élethez, hogy ismerik a technikát. És azt gondolják, hogy ezáltal okosabbak, mint az idősebbek. De szó szerint értsétek. Ezt nem most fedeztem föl, ezt már régen felfedeztem. Tehát ami azt jelenti, hogy azt gondolják a fiatalok, hogy mivel az idősebbek hozzájuk fordulnak technikai segítségekért, ezért nyilván azt gondolják, hogy az idősebbek azok butábbak, mint ők. Csak tudjátok, mi a különbség? Az a különbség, hogy az idősebb generáció közel nem szenvedett annyit fiatalként, mint most a fiatal generáció. Ami azt jelenti, hogy nekünk közel nem volt annyi problémánk, mint a fiatalabb generációnak. Tehát közel sem volt annyi problémánk. Ha megnézzük, közel nem volt annyi válás. Közel nem volt. Közel nem volt annyi beteg ember, mint manapság. Közel nem volt annyi problémás, depressziós. Azt se tudták régen, mi az, hogy depresszió. Tényleg nem tudták. Nem volt olyan betegség, hogy rák. Érted, mikor, mit tudom, nem voltam a rokonoknál, ugye, Szatmár, és hallottam a cigányoktól, hogy a rák egyen meg. Én azt hittem, hogy az egy állat. Hát már rákról azt tanultuk biológiából, hogy az egy állat. Senki nem mondta azt, hogy van olyan betegség. Tehát tényleg, nem is tudták, hogy van olyan betegség, hogy rák. Tehát, ugye, hogy működik ez? Tehát, az embernek van egy élete, és ha az életét tudja kezelni helyesen, akkor kevesebb a problémája. Ha az életét nem tudja kezelni, akkor több a problémája. Hát most sokszoros a válások száma a fiatalok között, mint például mondjuk anno annak idején. Tehát mi 24-en voltunk unokatestvérek. Tehát elmondhatom, hogy 23 unokatestvérem volt. Még mindig vagyunk, vagy 18-an, vagy 17-en, valahogy így. És azok közül egy vált el. Egy. Érted? Szóval lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol azt gondolják emberek, hogy a technikai tudás az bőven elég. De nagyon érdekes, hogy amióta a technika fejlődik, azóta az emberek boldogtalanabbak. Pedig ugye a technika sok mindent megold. Mondjuk helyettesít téged különböző dolgokban, de mégis az emberek boldogtalanabbak. Tehát
Egyébként nagyon érdekes az is, hogy az én időmben voltak bölcsemberek. Én nagyapáim mind a kettő bölcsember volt, sőt, nagyanyáim is bölcsemberek voltak. És a mai világban inkább azt látni, hogy, mint például a édesanyámnál, hogy fiatalon bölcsebb volt, mint idősebb. Tehát fiatalon egy csomó bölcsességet mondott, valószínű hozta onnan Szatmár, ugye régióból, és ahogy idősödött, úgy elvesztette ezt a bölcsességet. És manapság kevés az idősebb bölcsember. Tehát van egy általános ilyen elbutulás, de szó szerint. Tehát akik fiatalon még jól kezelték az életüket, manapság már ők sem kezelik jól az életüket. Tehát követik a fiatalok példáját, akik abóvó nem kezelik jól az életüket. És ez most nem bántás, hanem nézd a tényeket, jó? Tehát, hogyha nem vesszük figyelembe az idősebb generációnak a válási arányát, hanem a fiatalabb generációra nézzük, akkor a házasságok 70%-a válással végződik. Tehát gondoljátok végig, hogy mennyire tudják jól kezelni az emberek az életüket, és hát ténylegesen van egy elbutulás, és ha jobban megnézzük, ez közvetett módon a technikának köszönhető. Tehát közvetett módon. Azért mondom, hogy közvetett módon, mert az, hogy mondjuk azt mondanád, hogy a média keményen elbutítja az embereket, hát az is a technikán keresztül jelenik meg. Nem? Tehát régen volt, mikor én gyerek voltam, volt egy csatorna, tévécsatorna, egy, és hétfőn és pénteken nem volt adás. És úgy volt adás, hogy volt egy délelőtti rövid párórás adás, és volt délután 4-től adás. És közte nem volt adás. És volt, mondom, egy csatorna. Egy. Ha valaki ezt nem tudná, hogy ez így volt. Jó? És hogy tiszta és világos legyen. Mi például hétfőnként és péntekenként, nem, hetente csak egyszer, péntekenként, moziba mentünk. Nem a családdal, nem a barátommal. Jó, tehát lényeg az, hogy nem is az a lényeg, hogy hogy éltünk akkor, hanem az a lényeg, hogy azt kellene észrevenned, hogy van egy általános elbutulás. Tehát szó szerint is. Tehát egyre több és több a problémájuk az embereknek, hogy nyilvánul ez meg. Ez úgy működik, hogy egy embernek nincsenek problémái, akkor jól érzi magát a bőrében. Ez így nyilvánul meg. Tehát minél több problémája keletkezik mondjuk gyerekkortól, annál inkább elromlik a hangulata. Tehát nyilván a gyerekkori problémáit az embernek a szülők okozzák elsősorban. Például úgy, hogy mit tudom én, mondhatod azt, hogy iskola is problémát okoz, de az iskola azért okoz problémát, mert attól függ, hogy az iskolával és a gyerekkel szemben, tehát a gyerek iskolai tanulmányaival szemben a szülőnek milyen elvárása van. Tehát ha nem túlzott a szülő elvárása, akkor a gyereknek nem stresszes az iskola. Oké, okay. Minél nagyobb a szülőnek az elvárása az iskolai tanulmánnyal kapcsolatban a gyerek felé, a gyereknek annál stresszesebb az iskola. Lehet, hogy a barátokat szereti az iskolában, de magát az iskolát azt nem igazán, és a tanulást. Szóval a lényeg az, hogy gyerekkorban elkezdődik az emberek hangulatának az elromlása, és akkor ez folytatódik.
folyamatosan. Na most akkor, ha egy kicsit megnézzük, honnantól romlik el, honnantól kezdett elromlani a gyerekek hangulata. Jó? Tehát a gyerekek hangulata, akármilyen hihetetlen, az óvodától, tehát az óvoda és az iskolai időszaktól kezdett elromlani. Miért az óvodától? Mert előtte a szülők nem munkahelyen dolgoztak, és a gyerekeiket vitték magukkal. Világos? Tehát az azt jelenti, hogy a hölgyek azok nagyon messzire nem kellett, hogy vigyék a gyereküket Moszkvába, és vitték magukkal a gyerekeiket. És nem jártak óvodába. Tehát régen nem jártak óvodába a gyerekek. Elkezdődött az óvoda, azért, mert az anyák elmentek dolgozni. Tehát azért vitték óvodába, mert elkezdtek menni dolgozni. Tehát ami azt jelenti, hogy a nők elkezdtek dolgozni, és hazavitték a frusztrációt. Tehát a zaklatottságot, hazavitték a munkahelyi zaklatottságot, frusztrációt. Hazavitték a férfinak. És a családnak természetesen. Tehát ezért van egy megfigyelés, akár mondás is, ha zaklatott az anya, zaklatott a család. Oké? Tehát akkor zaklatott a férfi is, zaklatott a, ugye a gyerekek is, mert az anya zaklatott. Na szóval elkezdtek dolgozni az emberek, mármint a hölgyek, és ezáltal, mivel többször lettek zaklatottak, több problémájuk keletkezett, a hölgyeknek a hangulata leromlott. És ez elkezdte magával vinni a férfiak hangulatát is természetesen. Lehúzni. Jó, de kicsit elébe mentünk a dolgoknak. Tehát ott kezdődött, hogy óvoda. Jó? És utána ott kezdődött, hogy kötelező iskola. Már régen nem volt kötelező az iskola. Tehát a háború előtt nem volt kötelező iskola, iskolai oktatás. Jó? Hát nem volt. Na most, bevezettek egy csomó tantárgyat, ahhoz képest amennyi volt, szépen fokozatosan elvették az olyan tantárgyakat, ami gyakorlati oktatást nyújt az általános iskolába, tehát a gyakorlati oktatású tantárgyakat, tehát a nőknek tanították, a lányoknak tanították a otthoni női munkákat, a férfiaknak tanították az otthoni férfi munkákat. Például annak idején én az általános iskolában tanultam villanyszerelést. Az általános iskolában. Érted? Gyakorlati órán. Tehát volt olyan, hogy gyakorlati óra. Jó, tehát lényeg az, hogy szépen ezeket elvették, maradtak az olyan tantárgyak, amiben semmi gyakorlat nincs. És olyan tantárgyak, amelyeknek a jó részét nem szeretik a diákok. Tehát gondold végig, ki az, aki szeretett legalább egy tantárgyat az általános iskolában? Ezt tegye fel a kezét. Oké? Na, akkor kettőt. Kettőt. Hármat. Oké. Négyet. Ja? De lassan elfogyunk, nem? És volt mondjuk 8 tantárgy, érted? Tehát jó esetben az emberek szerették a felét a tantárgyaknak. Ugye én szerettem azt mondja, hogy a matekot, a fizikát, a kémiát, a földrajzt és a biológiát. Tehát ezt mind szerettem. Ja, történelmet, tehát 6-ot szerettem. Többit nem. Tehát gyakorlatilag, de ez nem rögtön legelején volt, ugye, hanem így az teljes általános iskolai tanulmányaimnál mondom. Tehát gondold végig, hogyha valaki úgy megy tanulni, hogy nem szereti azt a tantárgyat, vajon mennyire fogja érdekelni. És mit fog közbe csinálni? Unatkozni. Jó esetben. Rossz esetben rendetlenkedni. Nem? Én például azt csináltam, hogy ami tantárgy nem tetszett, ott rendetlenkedtem.
Úgyhogy ami tantár tetszett, ott nem. Szóval, gondoljátok végig, hogy bekényszerítették a gyerekeket olyan tantárgyak tanulásába, amit nem szerettek. Például mondjuk én szerettem a kémiát, a nem utálta a kémiát, érted? Szerettem a fizikát, a nem utálta a fizikát, érted? Szóval lényeg az, hogy ugye, ha a gyerek olyan dolgokat tanul, amit nem szeret, az egy nem érdekli, vagy rendetlenkedik. Na most, ha olyan dolgokat tanulunk, amit nem szeretünk, az kényszer. És a kényszerre az ember rossz hangulattal reagál. Hát ha megnézed, az, hogy ott közben unatkozik az ember, az nem jó hangulat. Nekünk van egy skálánk, a skálán 2. Ha megnézzük, hogyha rendetlenkedik, az azt jelenti, hogy ellenséges. Az azt jelenti, hogy a skálán 2, a jó hangulat, az pedig ott kezdődik, hogy érdeklődő és 3 a skálán. És csak azért mondom, hogy az iskolánál már elérték, hogy a gyerekek azok ne legyenek kellőképpen jó hangulatúak. A kötelező oktatással és a kötelező tantárgyakkal. Oké? Akkor jött még egy csavar, és bevezették a kötelező óvodát. Nemrég, ez nemrég lett bevezetve, pár éve. Tehát most már az óvoda is kötelező. Ami azt jelenti, hogy gondold végig, ha egy szülő megteheti azt, hogy ne, megtehette azt, hogy ne vigye óvodába, mert mondjuk otthon dolgozott, vagy mondjuk, mit tudom én, háztartásbeli volt, akkor miért kellett vinni óvodába? Tehát miért kötelező az óvoda? Ugyanezért, hogy már ne általános iskolás korban romoljon el az embereknek a hangulata, a gyerekeknek a hangulata, hanem már óvodába. Hát én nem láttam olyan gyereket még, akit mikor először bevittek óvodába, ne sírt volna. Sőt, az is ritka, hogy az óvoda elején egy gyerek ne betegedjen meg. Ez is ritka. Tehát pár héten belül. A legtöbb gyerek megbetegszik, mikor óvodába kerül. Tehát magyarul a gyerek úgy tiltakozik az óvoda ellen, mint a húzat. Tehát, ugye az óvodában mondom még egyszer, miért iratták az embereket? Mert a nők elmentek dolgozni. Oké, illetve a gyerekeket. Oké? Addig nem kellett, nem volt szükség óvodára, amíg a nők nem dolgoztak, hanem otthon dolgoztak. Tehát az otthoni munka is dolog volt, munka volt természetesen. Jó, ez nyilván elsősorban nem a városi emberekre vonatkozott, hanem a vidéki emberekre. Tehát én az én vidéki nagymamám az nem járt el dolgozni, a pesti az eljárt, természetesen. Szóval, elérték azt, hogy már gyerekkorban, most gondold végig, mondjuk vegyük a saját példámat. Nekem apámnak túlságos nagy elvárása volt a tanulásommal kapcsolatban, ezért megutáltam a tanulást és megutáltam az iskolát. Oké? Szó szerint. Mert túlzottan nagy elvárása volt az iskolai tanulmányaim irányába. Oké? Tehát gondoljátok végig, hogy mit tudom én, olyan hatás lett, hogy én mondjuk óvodába imádtam szerepelni. Be is választottak minden olyan helyre, ahol szerepelni kell egy gyereknek. Tehát ugye én az óvodások műsorában is rendszeresen hetente szerepeltem. Még óvodás voltam. Volt egy ilyen rádió műsor. Ha valaki még ilyenre visszaemlékszik.
Ez azt jelenti, hogy ugye 8. kerületben volt a rádió, és meg a 8. kerületben laktam, mint, és ott jártam óvodába. Ezért onnan vittek. Szóval lényeg az, hogy nagyon szerettem szerepelni, mire kijártam az általános iskolát, utáltam szerepelni. Szó szerint megutáltatták velem a szereplést, a felelésekkel, mert ha nem jól feleltem, akkor otthon szigor volt. Oké? És ezért szó szerint megutáltam a szereplést. Na most valószínűleg nem csak én jártam így. Valószínűleg. Valószínűleg nem csak így én jártam úgy, hogy ha már az iskolára gondoltam, akkor is undorom volt. Oké? Tehát kijártam a középiskolát, és életem legszebb napja az volt, amikor megkaptam az érettségi bizonyítványt, érted? És azt mondtam, hogy soha többet, én úgy elkerülöm az iskolákat, soha többet nem fogok iskolába, semmilyen iskolába menni. Erre iskolát alapítottam. Szóval, lényeg az, hogy ezt azért mesélem el, hogy felébredjünk avval kapcsolatban, hogy gyerekkorban az óvoda és az iskola volt elsődlegesen a hangulatrontó. Oké? Közvetlenül vagy közvetett módon. Azt hazudják, hogy így szocializálódik a gyerek. Hazugság, jó? Hát hazugság. Tehát én nem mondom azt, hogy ugye régen is jártak iskolába. De hogy jártak iskolába? Úgy jártak iskolába a gyerekek, hogy mondjuk 4 osztály együtt. És azaz, vagy 8 osztály együtt, képzeld el. És mondjuk egy elsős, azaz mire 8-os lett, 8-szor ismételte, vagy 7-szer ismételte az elsőt. 7-szer. 6-szor a másodikat, stb. Érted? Gondold végig, mennyivel jobban megtanult bármit. Oké? Tehát mennyivel jobban megtanult bármit, amit ott tanítottak. Ha éppen szükség volt otthon a gyerekre, akkor nem küldték iskolába. Oké? Tehát megtanultak mindent a gyerekek, ami arra volt szükség, hogy boldoguljon az életükbe. Most megtanulnak olyan dolgokat az általános iskolába, amire semmi szükség nincs. Az írás, olvasás, alapműveletű számoláson kívül. Oké? Semmi szükség. Tehát ami azt jelenti, hogy semmi olyat nem tanítanak, amit utána az életükben tudnak hasznosítani. Semmi. Tehát csupa olyan dolgot tanulnak, amit most mire mész azzal, hogy megtanultad a talpra magyar? Hányszor kellett azóta elszavarnak? Hányszor? Mióta kiártad a sulit? Hányszor? Jó, mert a himnusz lehet, hogy azt már többször el kellett mondanod, érted? Vagy elénekelned akár. Jó, de azon kívül. Hány verset tanultunk meg kívülről? Hányszor mondtad el azóta? És akkor azt mondták, ezt a nagy kamut, hogy az az alapműveltség része. Érted? Tehát az, aki ilyeneket nem tud, akkor ezek szerint az rosszabb ember. Ugye ezt nem gondolom. Vagy régen, mikor nem tudták ezeket a verseket, akkor azok rosszabb emberek voltak. Hát én azt mondom, hogy a régiek sokkal jobb emberek voltak. Tehát most gondold végig, akkor nem tudtál még Budapesten se végigmenni úgy az utcán, én gyerekkoromban, hogy az emberek ne köszöngessenek egymásnak. Mikor én kisgyerek voltam. Mikor még a 8. kerületben laktunk, 68-ig. Laktunk a 8. kerületben.
És az, az volt, hogy mondom, az utcán mentél, és köszöngettek az emberek, még itt Budapesten is. Ha megnézed, 60, tehát abban az időszakban a férfiak az utcán öltön nyakkendőbe jártak. Mindenki. Mondom, mindenki. A ruha az mutatja egy ember hangulatát. Minél jobban öltözött valaki, férfiként vagy nőként, vélhetően annál jobb hangulatú. Minél hanyagabb az öltözete, annál rosszabb az hangulata. És elérték az embereknek, embereknél a hanyag öltözködést. És az azt jelenti, hogy ez egy külső hatás az emberekre, hogy hanyagul öltözzenek, és akkor ezáltal rosszabb hangulatúak lesznek. Tehát gondold végig, amikor te topis vagy, ezt úgy hívták régen, ugye, topis, és belenézel a tükörbe, tetszel magadnak? Én nem hiszem. Hát ez egy alap dolog, hogy ha az ember tükörbe néz, akkor tetszel magának, nem? Vagy te csak magadnak mesztelenül tetszel, aztán ruhában másra se. Gondold végig. Hát régen benéztek az emberek a tükörbe, és tetszettek maguknak. Tudod, miért kell, hogy tetszél magadnak? Mert azt úgy hívják, hogy önbizalom. Érted? Önbecsülés, önértékelés. Tehát ha az ember belenéz a tükörbe, és hány ingert kap, az azért annyira nem egészséges. Oké. Okay. Tehát akkor megint csak kérdezem, nincs elbutulás vajon a világunkban? Tehát ébredj már föl, hogy brutál elbutulás van. Hát figyeld, idős emberek meglátták azt az új divatot, ami tudod, ilyen szakadt, kim van a nadrágból a különböző alkotó részek, érted? És azt mondták az öregek, hogy hát ez, hát miért nem dobott ki lányom, vagy fiam, érted? Hát ez már munkaruhának se jó. Hát de mama, ez a divat. Igen, meg nincsen pénzed új ruhára, ilyen szakadékba jársz. Érted? De tényleg, ez nem mese, ez komoly. Ezt mondták az idősek, a unokákra, érted? És akkor a szülő megveszi az ilyet. És akkor utána csodálkozik, mert ugye sok ilyen nadrágot nőkön láttam, lehet, hogy mert én ugye nőpárti vagyok, aztán ezt inkább a nőkön figyeltem meg, és a térdén volt a szakadás, érted? És akkor ott télen gyakorlatilag csupasz térdel, érted? Ott van. És akkor utána csodálkozik, hogy már 20 évesen majd ízületi problémái lesznek. Érted? Meg ugye kitalálták a normális nadrágok helyett, tudod, hogy épp a háromszöget lefedi, tudod. A Bermuda háromszöget, tudod, arra gondoltam, épp lefedi a nadrág, és gyakorlatilag az összes nemi szerv, ami belül van, tehát a belső nemi szervek, hát gyakorlatilag nincsenek melegben. És akkor utána csodálkoznak majd a nők, hogy nem tudnak gyereket szülni. Érted? Miért? Hát mert már fiatal lánykorukba, érted? Meg fiatal nőkorukba, hát tönkretették a saját szerveiket. De ezek nem mese, nem kell elhinni. Ez így van. Miért van az, hogy nem tudom hány olyan fiatal párt ismerek, akik nem tudnak gyereket csinálni. Nem volt ilyen. Nem volt ilyen a múltban, érted? Nagyon-nagyon ritka volt, hogy valakiknek nem lett egy gyerek. Nagyon ritka volt. Szóval, ha ez nem, ezek nem elbutulások, akkor mi? És hova fajul az egész? Hova butul el a társadalom? Érted? Hát lassan már olyanok leszünk ahhoz, hú, hát állatminták, akkor hasonlítsunk a majomhoz, nem? Na, az a legközelebbi rokonunk, nem? Hát akkor kezdjünk el hasonlítani rá. Butuljunk el úgy, mint a majmok. Na, lassan ott tartunk.
Hát gondold át, milyen lesz a jövőnk. Gondold át azt is, hogy egy buta ember az a saját életére nézve és mások életére nézve mennyi bajt okoz. Mondok példát. Jó, illetve kérdés. Szerinted kik boldogultak könnyebben? A régi generáció vagy a mostani fiatal? Tehát a régi fiatal generáció vagy a mostani fiatal generáció? Hát én nem szeretnék most fiatal lenni. Nem szeretnék, érted? Mi a legjobb időszakban voltunk fiatalok, legalábbis én. Miért? Mert ha mindent összevetjük, a társadalom egész Európát nézve, mikor élt a legjobban? A 70-es, 80-as években. Én akkor voltam fiatal. 70-es, 80-as években. Akkor voltam tinédzser, akkor voltam fiatal felnőtt. Érted? Akkor volt, az egész Európában akkor volt a legjobb élet. 70-es, 80-as évek. Azóta, tehát addig volt egy emelkedés, akkor utána volt egy ilyen 10 év körülbelül. 70-es évek első, a második fele, 80-as évek első fele. Tehát ugye az volt az a 10 év a legjobb. És utána szépen elindult visszafelé. És azóta megy folyamatosan vissza, vissza, vissza. Oké? És egyre rosszabb. De nem abból a szempontból kell csak nézni, hogy anyagilag mennyit tudsz vásárolni, hanem az, hogy hogy érzed magad. Tehát az emberekre ránézel, és mész az utcán, és nézed az embereket, és hogy mennek lehorgasztott orral. Érted? Hát nehogy ma azt mond nekem, hogy a lehorgasztott orrú emberek, azok jó hangulatúak. Akkor neked valami furcsa világnézeted van. Ha te azt gondolod, hogy azok jó hangulatúak. És akkor mondod, hogy azért néznek az orruk elé, hogy ne megbotoljanak. Hát régen nem néztek az emberek az orruk elé, és nem botlottak meg. Nem érdekes? És akkor még mondják is, hogy nézd az orrod elé, mert megbotlasz, nem? Hát van egy általános szabály, ez egy tanítás, jó? Egy tanítási rész. Hogyha rossz hangulatod van, akkor nem lefele kell nézni, hanem felfele. Oké? Tehát a lefele nézés az rontja az ember hangulatát, a felfele nézés az javítja az emberek hangulatát. De érdekes, nem hiszed, próbáld ki. És valaki mondjuk, van itt egy mobil, van, ellopom egy pillanatra, jó? Amikor mobiloznak, felfele néznek. Láttál már így mobilozó ember? Ha? Nem azt látod véletlenül, hogy lefele néznek? Akkor mobiloznak. Ott állnak a tömegközlekedési eszközre várva, és szinte mind lefele nézve nyomkodja a mobilját. Tehát az azt jelenti, hogy minél többet néz valaki lefele, annál rosszabb hangulatúvá válik. Mondom, ez egy tanítás. Ez így működik. Minél többet néz valaki felfele, annál jobb hangulatúvá válik. Oké? Jó? Hát használod, használd, nem használod, így jártál. Jó? Tehát szóval lényeg az, csak azért mondom, mert ez egy tudás, mint információ. Hát ha valaki rossz hangulatú, van olyan tanításunk, hogy tudjam azt megoldani, hogy gyorsan joga hangulatúvá váljon, mit kell tennie, és ez hozzá kapcsolódik a felfele nézéshez. Jó? Tehát, és megváltozik az illetőnek a rossz hangulata, elkezd jobb hangulatú lenni. Jó? És gyorsan megváltozik, és jobb hangulatúvá válik. Szóval mondom, gondoljátok végig, egy olyan társadalomban élünk, hanem lerí az emberekről, hogy nem jó hangulatúak. Tehát például egy jó hangulatú ember, annak csillog a szeme. Jó, de nem azért, mert sírt. És tele van könnyel. Jó, és a könny csillog. Tehát ne erre gondolj. Oké? Okay. Jó? Hanem az érdeklődéstől csillog a szeme. Érted? Az érdeklődéstől csillog a szeme.
Szóval, ha te nem látod át, hogy hova felé megy a világ, akkor nem tudom, hol élsz. Tehát nem tudom, hol élsz. Tehát nem kellene valamit tenni azért, hogy az emberek ne butuljanak, és ne romoljon a hangulatuk. Hm? Tehát azt vedd már figyelembe, hogy te egyénként a társadalom része vagy. Ha a társadalomnak a hangulata rossz, akkor a tiéd is rossz lesz. Ha csak nem azt akarod, mint sokan csinálják, hogy fogják, ezt elköltöznek tanyára. És akkor azt hiszik, ezzel a jó hangulatúak lesznek, hogy kiszakítják magukat a társadalomban. Nem ez a megoldás. Vannak olyan vallások vagy szekták, akik külön költöznek a társadalomtól. Vannak ilyenek. És akkor, mit tudom én, megvesznek valami területet, és ott fölépítenek házakat, vagy akár már kész házak vannak, olyan területeket vesznek meg. És akkor külön vonulnak a világtól. Ugye tudjuk, hogy Balaton környékén is van, ugye a kristnások például ilyenek. Így van. Vagy Amerikában vannak az amisok. Így van. Így van. Jó, tehát, mert nem akarnak ugye abban ahhoz a világhoz tartozni, amely lehúzza őket, érted? De a legtöbb ember az nem amis, meg nem kristnás, érted? Hanem olyan ember, aki a társadalom része. És ha azt akarjuk, hogy ne hasonl ránk a társadalom, akkor nekünk kell hatni a társadalomra, nem tudom, világosan. Tehát vagy a társadalom hat rád, vagy mi hatunk a társadalomra. De egyénként a társadalomra nem tudsz hatni. Együtt tudunk hatni a társadalomra. Oké? Okay. Hogyan lehet ezt elérni, hogy együtt hassunk a társadalomra? Hogyan csináljuk, jó? Nézzük. Mi eszesebbé tesszük az embereket, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ eléréséért. Tehát a világunk az emberek hangulatától függ. Oké? Okay? Tehát mondok dolgokat ebben kapcsolatban. Egy rossz hangulatú ember az inaktív. Egy jó hangulatú ember aktív. Egy rossz hangulatú embernek nincs energiája, egy jó hangulatú embernek van energiája. Egy rossz hangulatú ember nem kreatív, egy jó hangulatú ember kreatív. Egy rossz hangulatú ember nem dolgos, egy jó hangulatú ember dolgos. A rossz hangulatú ember problémákat idéz elő, a jó hangulatú ember problémákat old meg. Óriási különbség. Még akár a szexuális téren is van lényeges összehasonlítás. A jó hangulatú ember, nem, maradjunk a rossznál. A rossz hangulatú ember az csak magával törődik, a jó hangulatú embernek meg fontos a társa. Érted? És ez nem csak a szex téren, hanem minden téren így van. Tehát a rossz hangulatú emberek magukba zárkoznak, a jó hangulatú emberek nyitottá válnak. A rossz hangulatú emberek kínlódva keresik a pénzt, a jó hangulatú emberek könnyen keresik a pénzt. Óriási különbség. Oké? Okay? Tehát a rossz hangulatú emberek betegesek, a jó hangulatú emberek egészségesek. Okay. A jó hangulatú, vagyis a rossz hangulatú emberek küzdenek a problémákkal, és problémáról problémába mennek bele, a jó hangulatú emberek megelőzik a problémákat. Érted? Óriási különbség. És nem csak így működik, hogy rossz hangulat és jó hangulatú. A rossz hangulatnak vannak fokozatai, a jó hangulatnak természetesen szintén vannak fokozatai. Tehát ha az ember ismeri a tudást, hát most gondoljuk végig, ugye mit csinálunk mi? Rendszeres képzéseink vannak, tehát rendszeres képzéseink,
minden szerdán és vasárnap, ugye szerdánként 6 órától, vasárnaponként 16:30-tól, ugye estig, és van díjmentes képzés, ami most vagytok, és van olyan képzésünk, amely nem díjmentes. Ebben a nem díjmentes képzésben van 26 nagy témánk. Régen egy téma az egy hónap volt, de akkor még nem volt 26 témánk. Először másfél év alatt végeztünk, utána 2 év alatt, majd 3 év alatt végeztünk a témákkal, ami azt jelenti, hogy körforgás van. Egymás után körforgásban vannak a témák. Tehát nem maradt ki senki semmiből. Miért? Hát mert körforgásban van. Oké? Okay. Visszamenőleg is meg lehet venni témákat. Természetesen. 30 óra egy hónap. És ez az alapok alapja, azért tettem ezt fel. Ilyen részletességgel soha sehol nem hallottam az etikáról. Mint ahogy itt van tanítva. Soha sehol. Nálunk hány hónap volt most az etika képzés? 4 hónap volt az etika coach képzés. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Tehát 4x30, az 120 óra. Jó? Tehát 120 óra. Csak egy etika képzés. Tehát, hogyha a bolygón mindenki az etikát képes lenne már használni, akkor ezen a bolygón már szeretett kor lenne, aranykor lenne. Oké? Okay? Tehát, ha már itt mondom ezt a szeretett kort, aranykort, ez egy átmeneti kor. Tehát az emberiségnek vannak lehetőségei. Az átmeneti kor azt jelenti, hogy itt vagyunk emberek, az átmeneti kor az azt jelenti, hogy fejlődés ahhoz a létformához, amiből jöttünk, hogy vissza tudjunk menni. Tehát, hogy vissza tudjunk menni abba a létformába, amiből jöttünk, nem a állati létformából jöttünk, jó? Meg nem is a bogár létformából, vagy esetleg a növény létformából, nem ebből jöttünk. Egy felsőbbrendű létformából jött az emberiség. Oké? Mindenkinek a lelke az volt felsőbbrendű lényként működésben. Oké? Mindenkinek. Az azt jelenti, akkor is, ha jó lélek voltál, akkor is, ha gonosz lélek voltál, akkor is felsőbbrendű lény voltál az emberhez képest. Tehát ebből a felsőbbrendű létformából jöttünk, és ugye oda kellene visszatérni. De azért vagyunk itt, hogy megtanuljuk azokat a dolgokat, amit ott nagyon sokáig nem biztos, hogy meg tudtunk volna tanulni. Tehát ebben az átlag 80 évben, amit itt eltöltünk a Földön, sokkal, de sokkal több problémát megélünk, mint ott mondjuk 8000 év alatt. Főleg a fenti létformában ott nincsenek problémák. Tehát jöttél egy olyan világból, ahol nincsenek problémák. Érted? És jöttél egy olyan világba, ahol megéld a problémákat. Tudod miért? Mert a problémák révén meg tudod azt tanulni, hogy mi a különbség a jó és a rossz között. Sőt, a rossz és a jó különböző fokozatai között. Mi a különbség? Ha nincs probléma, hogy tanulod ezt meg? Sehogy. Tehát a fenti létformában ott nem tudták különbséget tenni a jó és a rossz között, mert nem voltak problémáid. Világos. És akkor azt mondtad, hogy most kit érdekel ez a 80 év, lejövök. Oké? Okay. Hát ahhoz a, mit tudom én, 1 milliárd évhez, amit a lelked megélt, mi ahhoz a 80 év? Semmi. Érted? Odafönt. Nincs idő, mert nincs, ott van idő, ahol van vég. És csak az anyagnak van vége.
Az energiának nincs vége. Márpedig a lelked az egy értelmes energia lény. Aki a teremtőből lett. A teremtő választotta ki magát a saját lelkéből, választotta ki, leválasztotta a saját lelkedet. Amikor erre a bolygóra leszülettél ebben a létformában, mondjuk most emberként, akkor a lelked ekkora volt. Ha jól tanulsz ebben a földi létedben, akkor a lelked az megnő. Ha nagyon jól tanulsz, akkor akár lehet egy labda nagyságú is a lelked. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy mint energia megnövekszik a tudástól. Mert most gondold végig egy labdába, hány borsószem belefér. Elég sok, nem? Vannak olyan lelkek, akiknek már akkora ugye az energiájuk, tehát méretük, mint mondjuk egy helikopter teste. Érted? Már elég nagy. Már elég nagy. De ők nem földi emberek. Maradjunk ennyibe. Szóval, itt vagyunk mi emberek, lejöttünk azért, hogy megtapasztaljunk olyan dolgokat, amit fel nem tudtunk megtapasztalni. Tehát mondom, ott nincsenek problémák. Ott akkor vannak problémák, hogyha háborúzik mondjuk egy a fenti faj a lenti fajjal. Tehát a magas rezgésűek, azok a fentiek, a lenti faj pedig az alacsony rezgésűek. Na, akkor vannak problémák. De ezt is kikélik meg csak? Hát a katonák. Érted? Senki más? Akik ugye harcolnak, mint lélek. Ők megélik, a többiek nem élik meg. De nincsenek problémák. És lejöttél azért, hogy ne forduljon elő még egy olyan helyzet, érted? Tehát ezért van ez a földi iskola, hogy ne jöjjön létre olyan helyzet. Hát tudod, mióta van ez a földi iskola? 1,5 millió éve. Nem 4000 éve, vagy 4500, 1,5 millió éve. És azért, mert előtte volt a Luciferféle lázadás. Érted? És hogy a Luciferféle lázadás ne legyen aszerű lázadás, ne legyen még egyszer, vagy ahhoz hasonló lázadás ne legyen még egyszer, a lelkek vállalták azt, hogy lejönnek és megélik a problémákat. És megélnek mindent, ami közvetlenül az anyaggal kapcsolatos. Érted? Csak most egy kérdés van, hogy te itt rekedsz az anyagba, vagy vissza akarsz előbb-utóbb kerülni abba a létformába, amiből jöttél. Ez az előbb-utóbb, hogy ebbe az életedbe, vagy esetleg mit tudom, hanyadik életedbe. Csak az a baj, hogy inkarnálódni már nem fogsz tudni ide. Most még inkarnálódnak ide, de 2035-től csak azok inkarnálódhatnak ide, akik megérdemlik, hogy ide inkarnálódjanak. Mert ez a bolygó, ez amikor létre lett hozva, ez az univerzumunk szélén volt. És most, ugye van egy központ, a központ és a szélek között most a Föld félúton van. Oké? Ami azt jelenti, hogy mióta a Föld létezik, az univerzumot kiépítették, olyan távolságra már kiépítették, mint amilyen távolságra a Föld van az univerzumunk központjától. És ezáltal maga a Föld és annak energiája zavaró az univerzum közepén. Az univerzumunk közepén. Zavaró. És ezért ugye azok a lelkek, akik nem fejlődnek, nem tanulnak, azoknak csináltak már egy Földhöz hasonló bolygót, ahova majd inkarnálódhatnak. Oké? De nem ilyen körülmények közé.
Tehát a kísérlet minden emberiségnél, ez a hetedik emberiség, a kísérlet minden emberiségnél úgy volt, hogy jó, akkor induljanak el a szeretet korszakból. És a szeretet korszak az a technika nélküli korszak. Tehát a technika az a vaskort hozta elő. Érted? Tehát ameddig nem volt a vaskor, mi a vaskor? Tehát a vaskor az a technika fejlődésétől, tehát az 1600-as évektől indult el. Érted? Tehát onnan indult el. Előtte bronzkor volt. Az nem félreértik itt a tudósok is. A vaskort a vashoz kötik, a bronzt meg a bronzhoz kötik. Nem. Az a szellemi fejlettség. Tehát 1600-ig, ameddig nem volt ipari kor, addig fejlettebb volt az emberiség szellemileg jóval. És minél fejlettebb a vaskor technikailag, minél fejlettebb az emberek, annál kevésbé fejlettek szellemileg. Nem tudom, világos-e. Ez van. Tehát ugye ezáltal, mikor volt aranykor, ha megnézed, úgy hívják, hogy ősközösség. Tehát az ősközösségben feltétel nélkül együttműködtek az emberek. Feltétel nélkül. Ami azt jelenti, hogy a feltétel nélküli együttműködéshez igen magas szeretetre van szükség. Oké? És ők ezzel rendelkeztek. És ahogy a társadalmak úgymond fejlődtek, jött a technika, és úgy lett az aranykorból ezüstkor, majd bronzkor, most meg benne vagyunk a vaskorban. Oké? De lehetne annyi eszünk nekünk embereknek, hogy a vaskorból létrehozzuk az aranykort, úgy, hogy ne a technika legyen az Istenünk, hanem a Teremtőnk az Istenünk. Mert most az emberek, főleg a fiatalok jó részének, a technika az Isten. Oké? Tehát a Teremtőnk az Istenünk, és mindenkinek van saját teremtője. Saját teremtője. Érted? Tehát nem azt mondjuk, hogy Teremtőnk. Például azt mondod, hogy ja Istenem. Nem azt mondod, hogy ja Istenünk. Nincs többes szám, felejtsd el. Neked van saját Istened. Oké? Nem arról beszélek, aki a saját lelkéből kiválasztott. Nem arról. Jó? Tehát ő az elsődleges Isten, de neked van teremtőd, akivel ezt az életedet leegyeztetted. Hogy ebben az élet, tehát például ott, hogy hova szüles? Melyik országban? Milyen családban? Oké? Ezt leegyeztetted. Utána, milyen gyerekkort fogsz megélni? Leegyeztetted. A gyerekkor létrehozza a felnőttkort. Tehát azért vagy most olyan, amilyen vagy, mert olyan gyerekkort éltél meg, amit megéltél. Tehát, ha nehéz gyerekkort éltél meg, akkor annak a problémáit szépen létrehozott felnőttként. Miért hoz létre az ember problémát? Hát, hogy megoldja. Oké, ilyen egyszerű. Tehát az embernek azáltal, hogy lejött ide, nem csak problémákkal találkozik, hanem akkor tud különbséget tenni a jó és a rossz között, hogyha a problémáit megoldja. Most ahhoz, hogy a problémákat egy ember megoldja, az talán kellene tudással rendelkezni. Oké? És mi az alaptudás? A tudás alapok alapja. Az etika. És akkor utána jön például ilyen, hogy eredményes tanulás. Rögtön másodikként. Hát hogy akarsz tanulni, ha nem tudsz tanulni?
Azt mondod, hogy mindenki tud tanulni? Na, óriási tévedésbe vagy. Eleve a tanulásnak van három. Olyan, tehát amikor az ember már nekiáll tanulni, akkor még mindig van három akadálya a tanulásnak. Oké? Okay? De természetesen, hogy nekiálljon az ember tanulni, annak is van két akadálya. Például olyan, hogy az egyik akadály, hogy ó, hát én olyan okos vagyok, nekem nem taníthatnak semmit. Én mindent tudok. Ez a tudás egyik legnagyobb akadálya, érted? Mikor azt mondja, hogy hát én mindent tudok. Nekem úgyse tudnak semmit se tanítani. A másik, amikor azt mondja az ember, hát engem nem érdekel. Érted? Talán ezeket le kellene küzdeni. Mi az, hogy valakit nem érdekli az, hogy hogyan működik az ember, hogyan működik az élet, hogyan kell megelőzni a problémákat, ha jönnek problémák, hogyan kell megoldani. Mi az, hogy nem érdekli az ember? Hát ez a világ, tehát mondjuk a ostobaság szobrát föl kellene állítani, akkor ezek az emberek mintát tudnának adni. Oké? Okay? És azt mondanak, jó, hát én ilyen vagyok, akkor itt vagyok a minta. Hát hogy gondolják azt az emberek, hogy ezen a földön nincs mit tanulni? Én tanulok 87 óta folyamatosan. Oké? Okay? Mint felnőtt ember. 87 óta. És tudom, hogy még többet fogok tanulni, mint amit eddig tanultam az életem során. Érted? Pedig 87 óta azért eltelt, ha most már 37 év. És tudom, hogy többet fogok tanulni ezután, mint eddig. Érted? Tehát a tanulás az nem csak egy érdeklődés, hanem utána le kell küzdeni magának a tanulásnak az akadályait. Tehát, hogy az ember tudjon. Tehát a tudásnak vannak akadályai. Tehát, hogy az ember tanulása tudássá váljon, annak van akadálya. Három akadálya van, ezeket le kell küzdeni, ezeket ismerni kell az embereknek. Vagy például, mondom tovább, csak bocsánat, itt véletlenül ezt a másik gépen elnyomkodtam a jegyzetet, jó. Na szóval, nézzük következőt, például önismeret. Sok ember azt gondolja magáról, önismeret, hú, de fantasztikus ember vagyok. Ez az önismerete, tudod. Ennél jobb már nem is lehetek. Ez az önismeret. Érted? És akkor elmondja, hogy ismeri magát, mert egy fantasztikum. Érted? Jó, és akkor megkérdezném attól a fantasztikumtól, jó, hogy mondjuk ide egy kicsit visszamenve, majd visszajövök ide, hogy például ezeken a területeken hogyan boldogul. Jó? Ezeken a területeken. Önmagával, párjával, szüleivel, gyerekeivel, ez mind tökéletes. Minden területe tökéletes. Arra fizetnék én be, hogy neki az tökéletes. Érted? A nyakamat rátenném, hogy ne. Mert még nem találkoztam olyan emberrel, akinek mind a 10 területe tökéletesen működik. Pedig képzeljétek el, személyes kommunikációban több 10 000 emberrel kerültem az elmúlt 37 év során. És nem találkoztam olyannal. Oké? Okay. Mindig a ti gombotokat nyomom, nézd már. A másikat kell. Jó? Hoppá, kicsit előre szaladtunk. Itt voltunk az önismeretnél. Vagy például. Ókori tudás. Vérmérséklet. Oké, okay. Az ókorban fedezték föl, hogy az emberek tulajdonságai eltérnek a vérmérsékletüktől függően. És ha ismeri az ember az emberi vérmérsékleteket,
akkor sokkal, de sokkal könnyebben bánik az emberekkel, mert elég hamar kiderül számára, hogy az illető milyen vérmérséklet, és egyszerűen úgy kezdi kezelni, ahogy azt a vérmérsékletet kell kezelni. Érted? Vagy például, itt van mondjuk a hangulatunk, amiről beszéltem. Tehát egy jó hangulatú ember sokkal, de sokkal, de sokkal, mondhatjuk azt, hogy összehasonlíthatatlanul jobban működik az életben, mint egy rossz hangulatú ember. Nem kellene az embernek megtanulni azt, hogy hogyan tartsa fenn a hangulatát, vagy ha már leesett a hangulata, tartós leesésről beszélek, akkor utána hogy emelje meg a hangulatát? És hogy küzdje föl magát a hangulatában? Nem kellene ezeket megtanulni? És akkor itt csak most egy pár témát mondtam, ha már itt láttátok például a személyiségfejlődés. Tehát a saját személyiségednek a fejlődése. Ugye mit jelent a személyiség? A személyiség azt jelenti, hogy ahogy kifelé megnyilvánulsz az emberek felé. Oké? Okay? Tehát azt látod, hogy az emberek jó személyiségűek, mindenki szereti őt. Mindenkivel jó kommunikációban van. Mindenki vel teljesen jól működik az egyén. Nem kellene fejleszteni azt, hogy az ember az emberekkel kapcsolatban jobban működjön. Erről szól a személyiség. Oké? És akkor még gyorsan csak végig szaladva, nem belemenve, elnyomás feloldó, önbizalomteremtő, szeretetteremtő, gyereknevelés, párkapcsolat, egészségteremtő, kócs azt jelenti, hogy ember és életjobbító egyébként, boldogságteremtő, akkor célmegvalósító, kommunikációs kócs, emberi bánásmód, hatékonyság, növekedés, leszoktató, pénzteremtő, szervezetvezető, probléma megoldó, sikerteremtő, szervező, marketing, konfliktus feloldó. Jó? Tehát ez a komplett 26 téma. Egy emberi változás, nem fizikai változás, hanem egy szellemi fejlődéssel kapcsolatos változás, teljes változáshoz képzeljétek el, 9 év fejlődésre van szükség. És évente a 9 évben mást kell gyakorolnod. Mást és mást. Mind a 9 évben mást és mást kell gyakorolni. Az nem azt jelenti, hogy abban az egy évben ugyanazt kell csak tanulnod. Nem. De gyakorolnod azt kell. És ha ezeket nem gyakorlod be, akkor a saját fejlődésed az elmarad, és kezdődhet egy megint 9 év. Oké? Ahol megint esélyt kapsz arra, hogy begyakorolt. Csak az a baj ezzel, hogy a sok 9 év után már elmúlik az életed. Tudod? Ugye a testünk az nem 9 éves ciklusban működik, az 7 éves ciklusban működik. Tehát 7 évente újul meg a testünk, tehát cserélődik ki az összes sejtünk. Jó? Tehát az teljesen más ciklus. Szóval, hogyha azt látod, hogy kellene tenni valamit azért az emberiségért, emberekért, magadért, érted, környezetedben élőkért, hogy egy jobb világunk legyen, akkor itt a helyed. Ha úgy látod, hogy nem, akkor keres magadnak mást. Hát ennyi. Ja? Semmi gond nincs ezzel. Amit azt jelenti, hogy úgyse fogsz találni. Úgyhogy keresgethetsz életed végéig nyugodtan. Azt utána megláthatod azt, hogy milyen körülmények közé fogsz inkarnálódni, jó? Tehát azt tudom, hogy akik velem tartanak, velünk tartanak, azokat, ha akarják, akkor bevisszük a felső létformába, beviszem őket. Oké? Okay? Ennyi. Ha úgy látod, hogy
Te maradni akarsz ebbe a reinkarnációs, egyre rosszabb és rosszabb élet inkarnációba, akkor gyakorlatilag éld úgy az életedet, hogy akarod, nekem ez nem tök mindegy, jó? De én azért vagyok itt, hogy minél több ember tudjunk hozzásegíteni ahhoz, hogy visszatérjen a felső létformába, jó? És kellő különbséget tudjon tenni a jó és a rossz között. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Igen, köszönjük Szedlacsi Miklós mesterkócsnak a képzést. Életem legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. Az utolsó mondathoz kicsit csatlakozva, ugye mindenki tudja, aki picit változtatni akar az életén, hogy kell változtatni. Viszont azt mondják, hogy a változáshoz, a változtatáshoz változnunk kell magunk is, és ahhoz pedig kell egy jó lehetőség. Na most azt figyeltem meg, hogy kétféle ember létezik a világon. Egyik, aki él a lehetőséggel, és azáltal a tanítások által gyorsan rendezi tudja az életét, a másik fajta ember pedig évekig gondolkodik rajta, hogy jaj, most kicsit később, nincs most itt az idő, majd eljön, stb. És közben telnek a 9 évek, amit mesterünk említett, és tényleg elfogy. Aztán majd valamikor kezdi újra. Kis visszatekintés, hogy honnan indultunk. Most nem arra gondolok, hogy lébényből, hanem, tehát otthonról. Akkoriban, amikor megismerkedtünk, én gépészmérnök volt, hát annak tanultam, és dolgoztam egy multinál, ott ismerkedtünk meg párommal. Onnan indultunk ezen az úton, mert akkor biztos fentiek így rendezték, vagy akinek jobban tetszik a sors. Tudjátok, van az a bölcs mondás, hogy a sorsát senki nem tudja elkerülni. Mi se kerültük el, nem is akartunk kitérni egymástól. Elindultunk együtt ezen az úton. Részt vettünk többféle tanfolyamon, részt vettünk spirituális tanfolyamon is, részt vettünk más épp tanfolyamon is, és arra gondoltunk, hogy hát ez biztos, hogy jó lesz, mert megszületett bennünk az a gondolat, hogy hát változni kéne, változtatni kellene, akkor el kell kezdeni tanulni. És jártuk a köröket, beiratkoztunk ide is, oda is, amoda is, de nem igazán jött az átható, az átütő siker, az átütő eredmény, a pozitív változás valahogy elmaradt. Ehhez jött egy jó kis bankhitel, ehhez jött a hangulatromlás, ehhez jöttek a gyerekkorunkból összeszedett, vagy megtanított, vagy hozott idézőjelben tudás, nyilván tudás is volt benne, ilyen-olyan, amolyan, nem jött össze. És akkor találkoztunk, most már közel 6 éve Szedlacsi Miklóssal, egy barátunkkal beszélgettünk, és azóta, most valaki azt mondja, hogy túl szép, hogy igaz legyen. Lehet így is fogalmazni. Én azt mondom, hogy igaz, mert most már tudom, megtapasztaltuk, hogy mesterünk olyan tudást ad nekünk, amitől szépen kiegyenesedik az összes, a 10 életterület, melyik gomb? A 10 életterület. Na itt van. Tehát ott tartottam, hogy ezek az életterületeken szépen lassan kiegyenesedett az életünk, kiegyenesedik folyamatban van, egyre boldogabb az életünk, egyre jobban tudunk a helyzeteinkkel bánni, és azóta se bántam meg, sőt, mindenkinek azt javallom, hogy aki azt gondolja, hogy a lelke szólította, az jöjjön ide, aki úgy gondolja, hogy a sorsba hisz, akkor tudja, nem kerülheti a sorsát úgyse. Ha egyszer néz minket, nézi az előadást, akkor biztos, hogy valami dolga van itt, biztos, hogy valami szándéka van fentieknek, vagy valamit ő belül érez, hogy valamit itt, valamit változtatni kell. Úgyhogy tegye meg az első lépést, és utána nem fogja megbánni. Ezt biztosan mondom, mert mi már tudjuk, hogy ez működik. Átadom a szót. Nekem is az életem egyik legjobb döntése volt. Hát valóban kb. 18 éven keresztül tanultam, és most így visszamenőleg átgondolva, gyakorlatilag az ember rájön, hogy valami hiányzik. Tehát, hogy megnézem ezt a 10 életterületet, és akkor, amikor az életemben ugye próbáltam megélni azt, amiket tanultam, akkor gyakorlatilag jött egy hiányérzet. Mert hogy közösségi emberek vagyunk, és vágyunk arra, hogy
minőségi kapcsolataink legyenek, és erre soha, a 18 év alatt nem kaptam semmiféle tudást. Éltem a világba, voltak vágyaim, hogy hú, de szeretném, ha jobb kapcsolataim lennének. A tanulás során tényleg ott volt a versengés, amit ugyancsak nem értettem meg, hogy miért jó, vagy miért osztályoznak, hogy az biztos, hogy visszatükrözi a tudásomat. Tehát igazából az ember rájön, hogy az élet nem erről szól, hanem egy osztályon belül is például, ha az ember így járt együtt, akkor szerette volna megélni, hogy úgy együtt működjön jobban. És ez inkább egyre jobban taszított el attól, hogy ilyen megosztások voltak ezügyben az ember életében, és a munkájában is. Tehát itt természetgyógyászat szempontjából is nem kaptam meg azt a mélyreható, úgymond tudást, mert a lélek az, ami igazából mozgatja az embert. És itt megtanultam azt, hogy miért fontos az, hogy az ember megoldja ezeket a területeket. Hiszen magunkból indul ki minden, önmagadból. És valóban ez egy olyan csodálatos dolog az etika, mert itt megértettem, hogy ahogy működtünk, ugye, boxoltunk egymással, gladiátorkodtunk, ugye, amikor tényleg kaptunk elég erős mintákat, igen, és gyakorlatilag igazából hogy rájössz, hogy tanulsz, hogy ez így egyre elcsendesedik, hogy úristen, hát most én jót akarok, de hát most, ha nem azt élem meg, hogy most mi értelme van. És így lesimul minden, és kikerekedik, és ez egy csodálatos dolog. És tényleg így, hogy ez így gördülékenyen megy, ez kihat mindenre. És tényleg az emberi kapcsolatokról szól az életünk. És itt megtanuljuk, látjuk, és ahogy Szedlacsik Miklósnak köszönhetjük, hogy ez a közösség létrejött. És hogy ezt megtapasztaljuk. Ez ebbe a csodálatos dolog. Így van. De mennyit szerettem volna mondani. És ha te is szeretnéd, hogy jól érezd magad, ha nem eléggé szúr a szög, akkor gyere közénk, és javulj, és örüljünk együtt. Úgy gondolom, hogy az életnek ez az értelme. Nem az, hogy hajtsuk a javakat, hanem hogy boldog arcokat lássunk, és tényleg nem ilyen arcokat, hanem ilyet. Éljünk. Ja. Szépen. Köszönöm, ennyi. Aki kitartóan itt tanulnak, mindenki arról számol be, hogy jelentősen jobbá vált az élete, és valóban neked is ezt javaslom, hogy ne halogasd itt a Nyílt Akadémiánál a tanulást, és most biztos, hogy te sem fogod megbánni, ahogy látod, mi is nagyon szépen haladunk folyamatosan, és javasoljuk neked is ezt, hogy csodálatos életed legyen. Most ennek a anyagi vonzatáról szeretnék beszélni, tehát az első havi tandíj most akciósan mindössze 19.700 forint az első hónaptól, és szintén akciósan utána második hónaptól 12.500 forint. Ezért az árért most ingyen kapsz egy saját üzleti lehetőséget is. Ha megteheted, próbál ki 3 hónapra a tudást, és a 3 hónap most csak 44.700 forint. Úgy gondolom, hogy ha boltba elmész, ez nincs egy táskányi, és sokkal többet ér, hogy az életed rendeződik, mert ezáltal, ahogy hallottuk mesterünktől, mindenre kihat, és még az anyagi javakat is majd segíti, hogy ez ne legyen akadály. Így igaz. Tehát amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, a személyes részvételed esetén most egyszer betekinthetsz a szünet után következő párkapcsolat coach képzésbe. Most pedig szünet, és amelyet nyilván szeretnél részt venni, akkor várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor szeretettel elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.